Továbbra is támogatja az Európai Unió és a kormány az erdőtelepítési pályázatot, hiszen annak határidejét további egy évvel meghosszabbították. Így december 31-ig vehetik igénybe a termőföld tulajdonosok ezt a lehetőséget. A támogatásra rendelkezésre álló összeg jelentősen emelkedett. A korábbi 58 milliárd forintról 103 milliárd forintra nőtt. Úrich Balázs úgy nyilatkozott. Az erdőtelepítési támogatás nagy segítséget nyújthat az olyan gazdák számára, akiknek termőterületei az aszály miatt az idén nem teljesítették az elvárt hozamot. EU-s támogatás van erdőtelepítésekre, ami finanszírozza az olyan területeknek a beerdősítését, ahol nem erdő van. Szántó, rét, legelő, régi gyümölcsösök. Ezen keretén belül tudunk akár szarvasgombás erdőt is telepíteni, de egy sima erdőtelepítés is létrejöhet ebből, a kerítésépítéstől, az ültetésig, az ápolásig, mindent támogatnak. Hozzátette, egy sima erdőtelepítés esetén az első kivitel is megtérül, hiszen az teljes mértékig finanszírozza a pályázat. Utána pedig 11 éven keresztül az emelt összegű támogatására tulajdonos számára. Fő célpont ugye a klímaváltozás lelassítása, nagyon jó szén-dioxid megkötő képessége van, de ez mind a talajjavítás szempontjából az állatvilágonak és mindennek egy jó kis otthon tud adni, de mivel nem kifizetődő manapság, hogyha valaki erdőt telepít, erre jó ez az erdőtelepítési pályázat, mert így legalább meg lehet csinálni önerő nélkül támogatási rendszerben az erdőtelepítéseket. Nagy István agrárminiszter szerint a környezet megóvása a tervszerű erdőgazdálkodás érdekében és ahhoz, hogy biztonságos erdőművelést lehessen végrehajtani, a megfelelő tűzifa mennyiséget államilag kell biztosítani a tüzépekre. Több mint 36 ezer sorfát ültettünk el településeken, és 44 ezer hektárnyi területtel bővítettük az erdőállományt. Tehát mindent elkövettünk azért, hogy a közbeszéd homlokterébe kerüljön az erdő. Az erdőtelepítési projekt meghosszabbításának köszönhetően december 31-ig pályázhatnak a földtulajdonosok erre az Európai Uniós támogatásra.